Dr. Bene Magdolna, Tatabánya megyei jogúváros címzetes közjegyzőjének, és Gengelicki László, Tatabánya kultúrájáért díjas faműves tiszteletére ültették el az első emlékfákat a tatabányai bányászati és ipari skanzenben. A kezdeményezés célja egy emlékpark létrehozása a skanzen területén. Tatabánya városá válásának 75. évforduló alkalmából beszélgettünk, hogy kellene valami maradandót csinálni azoknak az embereknek, azoknak a személyeknek, akik a városért sokat tettek, a városnak a értékét hozták létre kulturális tevékenységbe, közéletbe, és hát ezért úgy gondoltuk, hogy a Tatabányai Múzeumnak a skanzin területén ott kialakítanánk egy emlékparkot, vagy emlékligetet, ahol faültetéssel emlékeznénk meg ezekről a személyekre. A Tatabányai Múzeum a baráti körrel együttműködve hívta életre a kezdeményezést. Olyan személyeknek szeretnének a későbbiekben is emléket állítani, akiknek támogató, aktív munkája szorosan kapcsolódik Tatabánya város életéhez, közösségéhez. Múzeumbarát kör ötlete volt, hogy ültessünk emlékfákat olyan személyeknek, akik szorosan kötöttek akár a múzeumhoz, akár a baráti körhöz. És igazából nagyon-nagyon jónak tartottuk ezt az ötletet, és nagy örömmel vettük. Úgyhogy nagyon köszönöm mindazoknak, akik ebben tevékenyen részt vettek. És igazából az a reménységünk, hogy itt majd kialakulhat egy olyan fasor, ami majd emléket állít azoknak, akik hozzánk kötődnek, és akik hát egy szívünknek kedvesek, akkor is, hogyha már elmentek. A skanzen az egy élő lény, igazából egy olyan természeti környezet, ahova ezek a természetes dolgok nagyon beleférnek, és hát nyilván ahogy majd ez alakul, úgy szeretnénk majd fákat választani.